Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket itt a Startba. Azonnal bele is kezdünk a mai témáinkba. Az első vendégünk Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője, és hát mi máshol is beszélgethetnénk vele, mint a kerítésről, a határzáról. Gyakorlatilag minden napra van valami új fejlemény a témában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt hittük, hogy a tegnapi nap az arról fog szólni, hogy a kormány eldönti majd, hogy pontosan milyen legyen ez a határzár, technikailag hogyan néz majd ki. Utána este, aki híreket nézett, az meglepődhetett, mert hogy azzal a hírrel szembesülhetett, hogy tegnap a magyar közlönyben megjelent az, hogy a magyar kormány egy kormányrendelettel több országot, köztük Szerbiát biztonságos országnak minősítette. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelenthet? A kormány szándéka az, hogy ne Magyarország legyen az első olyan belépő kapu és biztonságos ország, ahol ezeknek a háborús menekülteknek valamilyen segítséget kell nyújtani. Mindent elkövet a kormány, amióta ez a helyzet előállt, és amióta Európa, az Európai Unió, és természetesen Magyarország is ezzel a menekült hullámmal szembe kell, hogy nézzen, hiszen körülöttünk mindenhol háborúk vannak. Az, hogy egy kormányrendelettel tegnap késő este kijött ez a hír, hogy Szerbiát biztonságos országgá minősíti a magyar kormány, az nem jelenti azt, hogy egyébként az is nem csak akkor válik biztonságos ország. Egy ország, hogyha éppen nincs háború a területén, hanem például akkor sem megfelelő ezeknek a háborús messziről jött menekülő édesanyáknak, édesapáknak és a gyerekeiknek, ha nincs megfelelő menekültügyi rendszer. Magyarországon van megfelelő menekültügyi rendszer, ezt kellene erősíteni a kormánynak, ahelyett, hogy egy ostoba falat épít, ami most már józan paraszti észre is belátható, hogy semmilyen megoldást nem kínál, sem Magyarország számára, sem Európai Unió számára, sem a vén kontinens Európa számára. Valószínűleg egyébként az Unió is pont azért nem tartja Szerbiát biztonságos országnak, mert például a menekültellátó rendszer nem ilyen. Ennek ellenére ez a magyar kormányrendelet mit jelenthet jogilag? Eddig ugye hivatalosan Szerbiában nem toloncolhattunk vissza senkit. Innentől kezdve megtehetjük, és az összes kormányzati intézkedés valahova ide futott ki, ez volt a végcél. Először a technikai határzár, aztán pedig a jogi hátterének a megteremtése? Persze, hát látszik, az szinte ordít a kormányzat minden tevékenységéből. Az undorító, a legbelsőbb félelmeire appelláló plakátkampánytól egészen az új típusú vasfüggönyig, amit a déli határa húzó. De ez a kormányrendelet is minden arról szól, hogy hisztériát és gyűlöletet keltsen a kormány. Az, hogy például kreál egy új szót, nem háborús menekülteknek nevezi ezeket az embereket, akik az életüket mentik, a gyerekeik, a családjaik életét mentik, az összes európai politikus háborús menekültnek nevezi őket, az uniós intézményrendszerekben is így hívják őket. Mi kreáltunk, magyarok, egy illegális bevándorló fogalmat, amely azt sugallja, hogy ezek az emberek, a magyarok életére akarnak törni. Tehát nem a megoldást keresi a kormány, mert a kormányzatnak nem érdeke, hogy ezt a helyzetet kezelje akár, vagy megoldja. Ebből látszik az, hogy falat épít, ebből látszik, hogy plakátot ragaszt, ebből látszik, hogy a magyar menekültügyi rendszerben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak szinte kiabálnak, hogy segítsetek rajtunk, meg tudnánk oldani a problémát, de minket erősítsetek meg és segítsetek az unió által küldött forrásokból, és ne falat építsetek az ország határa, mert az nem megoldás. A kormányzatnak az az érdeke jelen pillanatban, és a Fidesznek, hogy ezt a gyűlöletet szítsa, hogy ellenségképet kreáljon bárkiből, és látszik az, pontosan az elmúlt napok eseményéből is, hogy egyedül Magyarország nem veszi ki a megoldásból, a közös Európai Uniós megoldásból, a kvótákból a részét, miközben folyamatosan közös Európai Uniós megoldásért kiáltott, és azt mondta a kormány, hogy muszáj ezt a falat nekünk felhúzni, ezt a vasfüggönyt megcsinálni, mert nem várhatunk Európára, miközben az európai miniszterelnökök és államfők elmondták. Az olasz miniszterelnök úr is elmondta, hogy ide figyeljetek, magyarok. Ha valakik, akkor mi olaszok tudjuk, hogy a hajókon mennyi menekült érkezik hozzánk. Segítünk mindenkinek, de nem építhetünk vasfüggönyöket Európára. Ezt közösen meg tudjuk oldani. És most is az olaszok befogadnak embereket, erőn felül teljesítenek. A számokból látszik, hogy Görögország és Olaszország próbálja kezelni ezt a helyzetet. Minden uniós ország hozzáteszi a magáét. Egyedül Magyarország az,
az, amelyiknek látszik, hogy nem érdeke, hogy egyáltalán ezt a helyzetet kezelje. Ebből is látszik, hogy Budapest utcáin engedik, hogy a csecsemők feküdjenek, engedik, hogy áldatlan állapotok legyenek a pályaudvarokon. Látszik, hogy a civilekkel úgy bánnak, mint a kivert kutyával. Ha nem lennének a civilek, már eszkalálódott volna a helyzet. A kormánynak és a Fidesznek a krízis előállítása a pillanatnyi érdeke, és perc politikusként mindent ennek áldoz be, sajnos. Ön azt mondta, hogy a magyar kormány gyakorlatilag az egyetlen, amelyik nem veszi ki a részét ebből a problémából, ez valóban így van. Egy példát szeretnék elmondani arra, ami szerintem rettetesen jól jellemzi ezt az egész helyzetet. Horvátországnak a története, akik több száz menekültet fogadnak most be Ausztriából, egy településre, egy 5000 lelkes településre. Itt az történik, hogy a Horvátországot mindenki dicséri, például az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal azt mondta, hogy ez az európai szolidaritás példája, mindenki dicséri Horvátországot. Mindeközben az az 5000 lelkes település, ahova ezt a menekülttábort szeretnék, már 3000 tiltakozó aláírás van. Tehát az emberek nagy része már most tiltakozik ellene. Nagyon jól filmjelzi. Mindenki szeretne szolidáris lenni, azt a legtöbben nem szeretnék, hogy közvetlenül hozzájuk csapódjon le a probléma. A magyar kormány nem ezt érzékelte nagyon jól és időben? Dehogy nem, és az emberek legbelső félelmeire appellál már a plakátkampány elindítása óta. Lássuk be, európai, és ha egy cseh országba beszélnék a televízióban, ha lengyeleknek beszélnék, vagy a horvátoknak, vagy akár Németországban beszélnék, ugyanezt mondanám, mint európai politikus. Ez egy kihívás Európa előtt. A második világháború óta nem volt olyan, hogy ennyi helyen háborús gócpont legyen. Amíg háborúk vannak körülöttünk és a Közel-Keleten, amíg ilyen konfliktusok vannak, addig a háború elől menekülők is lesznek. Ezt közösen kell megoldani. Minden országban vannak félelmek, mindenhol az emberek féltik az életüket, félnek a bizonytalanságtól. A nyugati civilizáció népei, Európa népei olyan emberekkel találkoznak, amelyek más kultúrákból érkeznek. Természetszerű, hogy az emberek, legyen az egy német állampolgár, egy dán, egy szlovák, egy román vagy egy horvát, de akár a magyarok is, természetesen, hogy a bizonytalanságtól félnek. De itt jön a józan belátó képesség és az emberség, és hogy a politikusok milyen döntéseket hoznak. Azt az utat választják-e, hogy felkészítik erre a kihívásra az európai népeket, többek között mi magyarok, a mi magyarjainkat, hogy szolidárisan és kezeljük ezt a problémát, és úgy próbáljuk megvédeni mi magyarok a magyar társadalom békéjét, én budapesti elnökként a budapesti lakosság békéjét, hogy együttműködésre, szolidaritásra és normális, okos, józan parasztészel belátható módszerek alkalmazásával kezeljük ezt a helyzetet, vagy gyűlöletet keltünk, egymásnak ugrasztunk embereket, a magyarokat is egymásnak ugrasztották az elmúlt években. Most itt az új ellenségkép, tehát a kérdés az, hogy egy politikus, amikor ilyen történelmi pillanat van, hogyan dönt, amikor kormányon lehet. De nem kell ehhez kormányon lenni. Minden politikusnak felelőssége, akár ellenzékben, akár kormányon, hogy ilyen történelmi pillanatban, amikor ekkora kihívás előtt áll Európa, és mi ennek a családnak a része vagyunk, akkor egyből odapiszkítunk a családi asztalra, ahonnan egyébként a kenyerüket is kapják a magyarok is többek között, vagy együtt keressük a megoldást. Sajnos a Fidesz jelenleg nem a megoldást keresi, mert még egyszer mondom, ma nem érdekelt abban a Fidesz, hogy akár segítse Európát, vagy segítse a magyarokat nyugvó pontra, vagy kezelni ezt a helyzetet. Ha kérhetek öntől egy kora reggeli nagy-nagy őszintességet, történelmi felelősségről beszélt. Annak az árán is vállalják a történelmi felelősségét annak, hogy humánus eszmékben kell gondolkodni, hogyha mondjuk adott esetben a párt emiatt veszít a népszerűségéből, hiszen azt látjuk, hogy amióta menekült kérdés van, most először nőtt a Fidesz népszerűsége, a századvég felmérése is azt mutatja, hogy bármilyen pártpreferenciával rendelkezik egy választó. Nyilván függ a pártpreferenciától az arány, de mégis minden csoportban nagyobb mértékben támogatják a kerítést, tehát magyarul azt, hogy ha lehet hozzánk, ne jöjjenek menekültek. Kiváló a kérdése, mert rávilágít arra, hogy politikusnak sehol a világon nem azért megy az ember,
hogy pusztán a saját népszerűségét hajhássza. Pontosan azért tart itt Magyarország, és ezért utálja a fél ország, hanem az egész magyar politikai elitet lassan, mert perc-politikussá váltunk, főleg a kormányzat, amit az elmúlt években csinált. Csak a rövid távú saját érdekeit képviseli, és nem tekint az orránál tovább, nem hazafiként viselkedik, és nem Magyarország és közösségünk az Európai Uniót érdekeit nézi. Ez az elsődleges probléma. A második probléma pedig az, hogy nincs igaza a századvégnek. Ugyanis a falba már másfél hónap sem kellett, és megfordult a narratíva. Az emberek nagyon jól látják, nem csak szolidaritás alapon, hanem józan paraszti ésszel is, hogy ez a fal, ne ez a vasfüggöny, ez csak a probléma további szítását fogja elősegíteni, további konfliktusokat fog generálni, de nem tudja kezelni azt a helyzetet, amivel Európának a menekült kérdéshez szembe kell néznie. Jól rávilágít erre az is, hogy tegnap Lázár úrtól az újságírók a szokásos sajtótájékoztatóján megkérdezték, hogy ugyan mit fog csinálni az a menekült, az az édesanyja, az a gyerek, aki fennakad a pengefalunkon, de országhatáron belül építettük. És Lázár úr egyszerűen hebeget, habogott, az egyébként felkészült politikus Lázár úr, és nem tudta megmondani, mire rájött, hogy mit is kéne mondania. Hát igen, ezért akarjuk végső soron a büntető törvénykönyvben a menekülteket bűnössé nyilvánítani, és ezért fogjuk majd valami mást is kitalálni, nem tudják megmagyarázni. Ordít minden intézkedésükről, hogy a gyűlöletet keltik csak, és a hisztéria keltés rövid távú politikai érdekek miatt a céljuk, és amiért boldog vagyok, és örülök, hogy a magyar társadalom felállt. A gerince kiegyenesedett, a félelmeiből kijön, megtanulta, hogy a Fidesz hogyan fogja becsapni őket, és hogyan csapta be az elmúlt években is. Szolidáris a magyar társadalom, de nem kell akkor semmit mondanom, amikor... Ezt tényleg így látja, hogy a magyar társadalom többsége szolidáris? Így van, mert tudják, hogy a békét csak az együttműködéssel és a szolidaritással lehet megoldani. Tudják, hogy ezek az emberek nem akarnak itt maradni, egy jó része tovább szeretne menni már Nyugat-Európában élő családtagjaikhoz, de a többség az vissza szeretne menni a saját hazájába. Jó lenne, ha nem lenne háború. A Jókai utcai aula megtelt, tele van adományokkal. Az emberek jósága és szeretete szembeáll a kormányzati gyűlöletkampánnyal. Ez a mi politikánknak az alapja, és ez az, amiért büszkén ülhetek ma is itt, mert a magyar társadalom szemben áll a kormányzati gyűlöletpolitikával. Köszönöm, hogy itt volt. Ma reggel beszélhetünk erről a fontos témáról. Azt majd meglátjuk, hogy a nap folyamán Szerbia biztonságosan minősítése hova fut majd ki. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.